Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól, nemtől függetlenül, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem? Mi baj van a jelenlegi világgal? Sok minden. Hiányoznak az emberi értékek? Tehát ezt gondoljunk végig, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor hova lesz az a világ? Mi lesz ebből? Milyen világ várható? Tehát miért gondolják azt a jó emberek, hogy a rossz emberek majd megoldják a dolgokat? Jól. És gondoljátok végig, hogy kikből lesz politikus? Hát nem az átlag emberekből, hanem azokból, akiknek hatalom vágyuk van. Általában, akiknek van hatalom vágyuk, akik a kistermetűenek születtek, kistermetűenek születtek, és úgy akartak kompenzálni, hogy erőszakosak voltak a többiekhez, kis, kis, tehát már gyerekként, már gyerekként. És ha egy ember erőszakos már gyerekként, akkor Hát majd erőszakos felnőtt is lesz. De ugye megnézzük, hogy erőszakosan hol lehet érvényesülni. Hát elsősorban a politikában. A végig gondolod. És van egy furcsa dolog ezzel kapcsolatban, hogy a, a vezető politikusok nagy része kistermetű. Tehát nincs azokkal a kistermetőekkel semmi gond, akik nem erőszakosak meg ilyen hatalommániásak, azokkal nincsen. De ha megnézed, a nagyobb, nagyobb emberek, tehát a magas emberek, sokkal békésebbek a kis termetőeknél. Tehát sokkal békésebbek. És itt a kis termetű férfiakról van szó, meg hát ha megnézed, a kis termetű nőknél is ugyanez a helyzet hogy azoknak a jó része szintén az átlagnál erősak, erőszakosabb, de ugye a, a nők esetében egy kicsit más a helyzet, mert nyilván az is számít, hogy milyen családi helyzete volt valakinek. Tehát most ezt azért mondom, hogy tanuljon mindenki, és hátha... Akkor ezen változtatni, tehát, hogyha neked olyan családi életed volt, ezt most mondom azoknak, akik nem tanulók nálunk, ha neked olyan gyerekkori családi helyzeted volt, hogy elsősorban anyukáddal voltál. -e, és az édesapád keveset volt veled. Vagy lehet, hogy veled volt, de az anyukád sokkal erőteljesebb volt, mint mint az apukád. Akkor tuti, hogy te hölgyként erőteljes vagy. Na most, ha a hölgynek az erőteljességhez még egy hatalom vágy is párosul, mondjuk az illető, mit tudom én, mondjuk oroszlán, akkor már mi a, ugye asztrológiában oroszlán, vagy számisztikában mondjuk nyolcas, ugye az a legerőszakosabb szám, a nyolcas, hát akkor tuti, hogy, hogy nem elégszik meg azzal, hogy mondjuk olyan munkája legyen, amiben nincsen kihívás, nincsen ilyen erőszakos megnyilvánulás. Tehát ugye a számok közül a legerőszakosabb a nyolcas, az asztrológiában meg a legerőszakosabb az oroszlán. Ha megnézitek például, a mi miniszterelnökünk, a jelenlegi, az például oroszlán. Bizonyám, csak hogy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel. Jó, úgyhogy. Samatom. És az azt jelenti, hogy a, a politikusok jó részét megnézed, Például a hölgy politikusok jó részét, az tudti, hogy apa hiányt élt meg, tudti, hogy az édesanyjának, édesanyjának határozottnak kellett lennie vele szemben gyerekként természetesen, mert nem volt apa, vagy nem volt apa jelenlét elég, vagy túl gyenge volt az apa, és kapott hozzá mondjuk egy oroszlán jegyet. Oké? Okay. Ha férfiről van szó, ugye ott más a helyzet, mert ott pont, hogyha gyenge volt az apa, akkor gyenge lesz a férfi is, és erős volt az apa. Tehát pont fordítva van a férfiaknál. Tehát ami azt jelenti, hogy aki túl erőteljes, felnőtt férfi, azt tudni, hogy volt egy erőteljes, túl erőteljes apja, és még ha a hatalom vágya is van, akkor ahhoz hozzájött, vagy egy oroszlány egy, vagy pedig ugye egy nyolcas szám, és ennek a nyolcasnak ugye hol kellett megjelenni, mondjuk megjelent már gyerekkorban, a napszámban, Sőt, megjelenhetett ugye a felnőttkori számban a, a. A hónapszámot akartam a gyerekkori számnál mondani, jó, bocs. Tehát, és a napszámban is megjelenhetett az a felnőttkori számunk. És tehát ez, ez így párhuzamba áll össze, ráadásul még ott van a kistermet is hogy neki az alacsonságát kompenzálnia kell. És ha megnézed, ha utána nézel, hogy mondjuk a vezető politikusok Európában milyen születési dátummal rendelkeznek, akkor tök jól össze lehet állítani azt, hogy miért lettek ők politikusok. Tehát ha megnézed a legerőszakosságot, leginkább erőszakosságot, azt a politikai életben lehet kamatoztatni. Még jobban, mint a vállalkozói létben. Tehát egy vállalkozó túl erőszakos, akkor kevésbé boldogul, mint egy politikus, aki túl erőszakos. És akkor képzeljétek el, ha megnézitek az erőszakos embereket a környezetetekben, mert mindenki találkozott erőszakos emberekkel, az erőszakos embereknek a legfontosabb a saját érdekük. Mindig is az erőszakos embereknek a legfontosabb a saját érdekük volt. Tehát amikor azt mondják az erőszakos emberek, a hatalmon lévő emberek, mert aki aki nem erőszakos a politikában, az nem is kerül hatalomra sose. És ha megnézed a, az erőszakos embereket, hiába mondják, tehát politikusok, hiába mondják azt, hogy ők a népért vannak, az emberekért vannak, az Duma. Hogy tiszta és világos legyen, az Duma. Oké? Okay. Tehát ha ezt a három dolgot gyönyörűen összerakod, hogy milyen gyerekkora volt, mondjuk egy férfi politikus esetén, jó erős apa, oké? Okay, akkor alacsony termet, Oké? Okay, nyolcas főszám, tehát nyolcas főszám, vagy de úgy is lehetne mondani, hogy és oroszlán jegy. Oké? Okay. De ugye az oroszlán jegy is megjelenhet nem csak a nap jegyben, hanem megjelenhet az ascendesben is. Ugye a nap jegyünk a születési dátum alapján számolják ki. Az ascendesedet pedig az születési idődből számolják ki, az óra percből. Hogy hány óra, hány perckor születtél, és annak alapján állapítják meg, hogy kinek milyen az aszcendese. És gyönyörűen meg lehet állapítani az embereknél, akár gyerekkorban ezekből a számokból, jegyekből, hogy mi várható a gyerekkel, plusz azt is lehet látni, hogy hát milyenek a szülők. Mert a szülő ugye az befolyással bír. Tehát most gondoljátok végig, ugye kevés a női politikus, mert ugye a nők eleve alacsonyabbak, mint a férfiak. Tehát olyat még nem valószínű, hogy láttál, hogy vezető politikusként mondjuk valaki nő legyen és magas tehát nő legyen és magas tehát magas termetű nem emlékszek ilyenre tehát akik nők és vezető politikusak lettek azok kicsik oké? Okay? Kicsik. Tehát ugye azt megfigyelhetted, hogyha jártál iskolába, óvodába, stb. hogy a kis termetűek azok sokszor úgy próbálnak érvényesülni, hogy erőszakkal. De ugye ahhoz kell, például egy férfinél az, hogy ő legyen erős apja. Tehát egy erőteljes apja. Mert ha fordítva van, hogy van egy gyenge apja, vagy nincs jelen az apja, mert az mindegy, hogy valakinek gyenge az apja, vagy nincs jelen. Ha neki van egy erőteljes anyja, vagy, ugye nincs jelen az apja, és ezáltal az anyja kénytelen erős teljes lenni, főleg egy fiúval, mert ő a fiúk azok kevésbé szófogadók, mint a lányok. Ezt azért szögezzük le már kiskortól kevésbé szófogadók. Hát én azt láttam, hogy a fiúk sokkal szófogadatlanabbak voltak már az általános iskola alsó tagozatban is, sőt, már az óvodában is szófogadatlanabbak voltak. És ezáltal ugye a fiúk esetében hogyha van egy erőteljes apa, még egyszer mondom, és van egy, egy, olyan jegy mellé társulva, születési dátum, van társulva, akkor az illető erőszakos lesz. Én pedig nem láttam olyat, olyan személyt, még nem találkoztam olyan személye. Aki erőszakos, és ne a saját érdekeit tekinteni elsősorban. Oké? Okay? Tehát amikor egy erőszakos ember, a politikus mind az, tehát aki vezető politikus az mind az, maradjunk ennyiben, ki van csukva, hogy a nép érdekeit vegye figyelembe. Világos ez? Tehát ezért volt jobb a régi világ, mert a királyok beszülettek abba a pozícióba. Érted? És ez, ez ezáltal neki nem kellett harcolni azért, hogy ő vezető lehessen. Oké? Okay? Tehát megszületett egy utód, és ha ő volt a fiú, és ő volt az első szülött fiú, akkor vár, várhatóan ő lett a király is. Ritkán fordult elő, hogy nem az első szülött fiú legyen a király, hanem a másodszülött, és már azt a gyereket úgy nevelték, hogy ő lesz a király. Világos ez? Úgy nevelték. Na most azokat, akik politikusok lettek, azokat egy sem úgy neveltek, hogy politikus legyen. Hogy ő legyen nem politikus, tehát akik miniszterelnökök vagy elnökök a világban, azokat egy sem úgy nevelték, hogy majd ő lesz a miniszterelnök vagy az elnök. Nem tudom, világos -e. Tehát egy sem így született, hogy majd ő lesz a miniszterelnök vagy az elnök. Tehát ezáltal maguktól választották azt a pályát. Nem tudom, világos voltam. A királyok nem maguktól választották azt a pályát. Oké? Okay? Hanem azzá nevelték őket gyerekkortól. Ezáltal már gyerekkorban belenevelték a királyba. A király jelölt be, hogy a nép érdeke a fontos, és nem a saját érdeke. Világos az? De egy politikusba ilyet nem neveltek. Oké? Okay? És a nép mégis furcsa mód a politikusokban hisz Oké? Okay? Miért? Mert ezt, amit most elmondtam, a nép nem gondolja végig. Hogy mekkora bakot lő azokkal az emberekkel, akik a körülményeik hatására lesznek királyok. Most idéző a király kifejezést, érted? Oké? Okay. Hát mondhatjuk azt, hogy kis királyok, igen. Hivatalosan egy se király, ha megnézed. de van akkor a hatalmuk, mint a királyoknak volt. Oké? Okay? És ha megválasztanak egy következő politikust, akkor nehogy azt itt hogy attól jobbra számíthatsz. Ugyanolyan erőszak, el lehet mondani, hogy az egyik politikus az a 19, a másik politikus az egy hiá 20. Tehát, hogy most ennek a pártnak a vezetőjét választják-e meg? Vagy annak a pártnak a vezetőjét választják meg? Mind a hatalomért pártelnök, és nem az emberekért. Oké? Okay. És minden hatalmon lévő ember, ha megnézed, hát nem az emberekért van. Oké. Okay. Tehát ugye, mondok példát, valaki be beleszületik mondjuk egy ultra gazdag családba, mondjuk fiúként. Tudják a szülők, hogy ő lesz a család vagyonának a továbbvivője. Tehát valószínűleg ő fogja vinni a vállalkozásokat. A családban. Oké? Okay? Ezáltal, mivel mondjuk az apja alakította ki a, az üzletbirodalmat, tutira veheted, hogy nem egy egyszerű ember volt, hanem jócskán erőteljes. Nagyon erőteljes és mivel ő azt akarja, hogy majd a fia vegye át az üzletét, ha ő megöregszik, illetve üzleteit, ha majd ő megöregszik, ezáltal a fia nevelésében tuti, hogy részt vesz. Mert ő kialakított egy birodalmat, és nem akarja, hogy az ő általa létrehozott birodalom az porba hújon. Ezáltal jelen lesz a fia nevelésében, és azt fogod lá, vagy azt látsz egy ilyen esetekben, hogy erőteljesen neveli a fiát. Ezáltal, ha egy fi fiúnak az apja erős, akkor ő is erős lesz. És mi fog történni? Lesz egy felnövekvő. Fiú, aki erőteljes, és az erőteljességgel természetesen vele járó az ön érdek. Tehát amikor létrehoz valaki egy üzletbirodalmat, akkor abból szerinted ki jár a legjobban? Az emberek összességében, vagy ő. Pedig lehet, hogy dolgozik neki több tízezer ember, vagy akár pár százezer ember is a világban, érted? De az a több tízezer ember, vagy az a pár százezer ember, az kevés, összességében kevésbé jár jól, mint ő maga egyedül. Világos ez? Tehát Összességében kevésbé jár jól, mint ő maga egyedül. Ami azt jelenti, hogyha megnézed, búsásan ebbe benne van az önérdek. Nekünk van egy olyan üzletünk, a mi családunknak, ahol a bevételünk 74%-a. Az kifizetésre kerül azok számára, akik effektíve dolgoznak itt nálunk. Mi a munka itt nálunk? A tanulók szervezése a munka. A tanulók szervezése. Miért szervezzük a tanulókat? Azért szervezzük a tanulókat, hogy olyan tudást és képességeket adjunk át, amivel az életükben könnyebben boldogulnak. Milyen területeken, hoppá, nézzük, milyen területeken. Itt van tíz életterület, ezen a tíz életterületen. Tehát önmagukkal, párjukkal, szüleikkel, gyerekükkel, Másokkal, munkájukkal, pénzzel, környezetükkel, hatóságokkal, Istenükkel. Jobban bánjanak. Ha egy ember az élethelyzeteivel jobban bánik, akkor jobban fogja magát érezni a bőrében. Ha egy ember jobban érzi magát a bőrében, akkor jobban képes a helyes döntésekre, a helyes cselekvésekre. Ha egy ember helyesebben dönt, helyesebben cselekszik, akkor kevesebb problémát idéz elő saját magának, a családjának és másoknak is természetesen. Ezáltal még jobban fogja érezni magát a saját bőrében. Tehát magyarul elindít egy fölfelé mozgó spirált. Oké? Okay. ha az ember a fordítottját csinálja, hagyja, hogy elbutítsák, hagyja, hogy elbutítsák, akkor kevesebb tudással több rossz döntést hoz, több helytelen cselekvést művel. Az azt jelenti, hogy több gondot okoz magának és a környezetének, beleértve a családját is. Ezáltal problémákat hoz létre. Ha problémákat hoz létre, rosszabb lesz a hangulata. Ha az ember rosszabb hangulatú, még több helytelen döntést hoz, még több rossz cselekvést, helytelen cselekvést művel. Ezáltal még rosszabb hangulatba kerül, és ezt így lehetne fog tovább mesélni ezt a kört, ami azt jelenti, hogy létrehoz egy lefelé mozgó spirált. Tehát a lefelé mozgó spirál az a halálhoz visz, mint bárkit, a felfelé mozgó spirál pedig a boldog élethez viszi az embert. De mindnek az alapfeltétele, a tudás. Minél tudatlanabb egy ember, annál inkább a lefelé mozgó spirált indítja be. Minél több tudással működik egy ember, annál inkább a felfelé mozgó spirált indítja be. Tehát az ember választhat, hogy boldog élet felé halad, vagy a halál felé halad. De mind a kettőt maga az egyén hozza létre. A halál az azt jelenti, hogy most azt mondhatod, pökhendi módon, hogy így is, úgy is meghal az ember. Aha, csak nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, hogy hogyan, és nem mindegy, hogy hogy jut el oda. Oké? Okay? Nem mindegy. Mert meg lehet halni. Húsz évesen is, meg lehet halni szenvedve is, meg lehet halni hosszasan szenvedve is. Oké? Okay? Vagy meg lehet halni, mit tudom én? Száz év fölött, úgyhogy az ember nem szenved, úgyhogy az ember csak fogja ezt. Elalszik, azt nem ébred föl. Oké? Okay? Úgyhogy volt értelme az életének, meg lehet úgy halni. Meg lehet úgy halni, hogy nem volt értelme az életének. Tehát most mondok egy példát, jó? Mit tudom én? Van nekem olyan ismerősöm, aki soha nem nősült meg, ezáltal nem is hozott létre utódot. Amiben lakik, gyakorlatilag azt a szüleitől örökölte. Hát ugye ha elmegy, akkor ő már elhatározta, hogy kire hagyja majd az örökséget. Valószínű, akire hagyja majd, az jó jár. Tehát egy-két egy unoka hugára fogja hagyni. De megkérdezed, mit tudom, így végig gondolod, mi volt az értelme az életének? Érted? Egyébként velem egy idős emberről van szó, férfiról. Mi az, volt az értelme az életének? Vagy mi lesz az értelme az életének? Tehát gyakorlatilag nem hozott létre semmit, érted? Valamilyen szinten rosszabb, sokkal rosszabb állapotba fogja az örökségét továbbadni, mint ahogy örökölte. Tehát semmit nem javított az ingatlanon, érted? Az ingósága nem újult meg, oké? Tehát semmilyen szinten. És akkor úgy megkérdezném, hogy vajon mi volt az értelme az életének, vagy mi lesz az értelme az életének, ha, ha lejár az élete? Érted? Hát nem kellene elgondolkodni embereknek, hogy mi az értelme az életemnek? Nem kellene a saját életednek értelmet adni? Hát olyan egyszerű lenne, Hát ott van, amiről beszéltem, ott van például a numerológia, a számok, a születési dátumokkal. A születési dátumában mindenkinek benne van, hogy mi az életének az értelme. Mi kellene, hogy legyen az életének az értelme. Az a szám csak azoknak mondom, akik már azt tudják, mi az, hogy küldetés szám. Tehát ott van benne, hogy mi lenne az életének az értelme. De az emberek kett, nagyon nagy részben, ez nem érdekli, mi onnan tudom ezt, hogy nem érdekli, mert nem foglalkoznak ezzel. Tehát az, hogy valaki valamivel foglalkozik-e vagy sem, az, az ő érdeklődési körébe tartozik. Ha őt érdekli az a dolog, akkor érdeklődik iránta. Ha nem érdekli, akkor nem érdeklődik iránta. Tehát ez egy, ez egy alapvető dolog, így működünk mi emberek. Tehát ebben a világunkban annyi mindenre rátalálhatnánk, Annyi minden információra, amire azt mondhatnád, hogy ebben egy kicsit többet kellene tudnom. És a legtöbb ember, ehelyett mit csinál? Fogja a telefonját. Hol van egy telefon itt? Köszönöm. Fogja a telefonját. Csak, hogy jó tartsam. Fogja a telefonját, és akkor néz és nyomkodja. vagy hülyeségeket néz rajta. Vagy lehet, hogy nem a telefonján csinálja ugyanezt, hanem a számítógépén. Vagy, ha nem a számítógépén, akkor a tévéjén. Csak az a különbség, hogy ott a távira nyitott tudja nyomogatni. Érted? És akkor van neki két-háromszáz csatornája, és akkor mindet nézi tíz másodpercig, tudod. Ez se jó. És akkor nyom egyet. És akkor ez a szórakozása. Úgy látom ismerős, láttatok már ilyen embereket. Tehát figyeld, az a lényeg, hogy nyomkodjon valamit. Vagy a telefonon a képernyőt, vagy a számítógépen a billentyűzetet, vagy a távirányított nyomkodja, nem? De a nő, akkor, vagy a férfi az illető, akkor nem az asszony nyomkodja? Nem? azt nem csinálja, arra már nincs ideje, tudod, azt nem csinálja, nem tudom tudjátok-e hogy volt egy nagy londoni mit tudom én valamikor az 50-es években vagy mikor volt egy nagy áramszület utána kilenc hónapra bazi sok gyerek született <laughs> lényeg az hogy Gondol, lehet, hogy a 60-as években volt, mindegy. Lényeg az, hogy volt. Utána lehet nézni a leten egyébként, hogy mikor volt ez a nagy londoni áramszünet. De mondom, utána kilenc hónapra írdatlan sok gyerek született. Tehát. És gondold végig, hát a férfi is nyomkodhatná, vagy a nő is nyomkodhatná a férfit, tudod, csak kicsit másként. Nem a pattanásra gondoltam. Mert ugye a nők szeretik nyomkodni. Tehát nem éppen arra gondoltam hanem mondjuk nem mondjuk legyen az a nyomkodás a masszírozás. Szóval a lényeg az, hogy ha, ha egy tárgyat nyomkodsz, azt te úgy gondolod, hogy kommunikáció. Nem kommunikáció. A kommunikáció az, amikor valakit meg tudsz érinteni. Érted? Ha akarsz természetesen. Tehát azt gondolja sok ember, hogy az kommunikáció, hogy elektronikus kommunikációt folytat. Egy erőtérben lenni valakivel, az sokkal másabb, mint hogy elektronikus úton kommunikálsz valakivel. Honnan tudni azt, hogy egy erőtérben sokkal másabb? Hát fölszállsz mondjuk egy tömegközlekedési eszközre, és akkor az erőtereden belül vannak az emberek, nem biztos, hogy jól esik. Oké? Okay? De hogyha olyan emberekkel vagy egy erőtérben, akik kell jó érzed magad, akkor az, az pont az ellentéte annak, amikor mondjuk a tömegközlekedési eszközön szokott lenni. Szóval van egy általános elbotulás a világunkban, ami elindít az embereknél egy lefelé mozgó spirált, ami a segíti, hogy az ember, mondjuk tegyük föl, hogy valakinek nagy túlélési ösztöne van. A nagy túlélési ösztön, ez azt jelenti, hogy minden áron életbe akar maradni. Sok ilyen embert ismerek, érted? és végig szenvedi az életét. Semmi tudatos dolgot nem cselekszik, amivel jobban tenni az életét. Végig szenvedi az életét, és jó idősen, hosszú szenvedések után meghal. És rengeteg ilyen ember van. Ne csak fizikai szenvedésre gondolj, hanem a lelki szenvedés az legalább olyan rossz, mint a fizikai szenvedés. Ugye annál inkább ez így működik, hogy valakiben óriási túlélési ösztönök vannak, minél inkább ezt megfigyelheted, minél fontosabb számára az anya. Az anya. Tehát az azt jelenti, hogy a gondolatai az kizárólag az anyag körül forognak. Anyagot meg mivel tud megszerezni valaki? Pénzzel. Tehát akkor mi körül forognak a gondolatai? Hát a pénz körül forognak a gondolatai. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogy minél több pénzt akar, hogy minél több anyag. Birtogában legyen. Tehát egy ilyenfajta gondolkodású emberben igen magas a túlélési ösztön. Miért? Mert a testünk is anyag. Tehát anyag, anyag. És minél tovább életben akarja tartani a testét. Ez párhuzamos azzal, hogy minél több gondolat az anyaggal kapcsolatban, oké, okay? abba beletartozik a testünk is. És ez azt jelenti, hogy életbe akarja tartani. Most mondok példát, ott volt az öreg Rockefeller, aki talán egy-két éven, egy éven belül halt meg. Ugye, a, ő volt a családfő. Hát valami kétszer vagy háromszor cseréltek neki szívet. Érted? Meg mit tudom én, még már milyen alkatrészeit cserélték ki. És már ilyen brutál idős volt. De hát a Rockefeller család az totál anyagi ö, koncentrációjú, gondolkodású abszolút. Hát a világ egyik leggazdagabb családja. Oké? Okay? Tehát ott van az első három-négy családban gazdagság szempontjából. Tehát ha megnézzük ezt, ezt csak példaként hoztam, tehát megnézzük ezt, hogy egy olyan ember, tehát aki, aki az anyagban gondolkodik, tehát most megint különöltsük el. Vannak olyan dolgok, amit meg tudsz fogni. Nyilván vannak légnemű állapotok is, amit nem tudsz megfogni. Például a levegő az légnemű, és légnemű anyag nem tudod megfogni. De azt tanultad, hogy azért nem tudod megfogni, mert, mert az légnemű. De érzékelni tudod a levegőt a széllel. Sőt, ha hirtelen levegőt fújsz ki, fújod a levegőt, írtelen szívod be, akkor érzed, hogy áramlik be a levegő. Tehát attól érzékelni, fizikailag tudjuk a légnevű dolgokat is. De van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy, hogy mondjuk tudás, amit az ember az agyával hoz létre. De nem tudom, hogy -e te a tudást azt meg tudtad, de már fogni. Nem. Senki nem tudta megfogni a tudást. A tudást tudtad de érzékelni úgy, mint mondjuk a szelet, tehát mint a levegőt. Hogyha most hirtelen, mit tudom nagy levegőt veszel, akkor, vagy hirtelen kifújod, akkor érzed, hogy áramlik a levegő. Nem. Tudásnál nincs ilyen. Ugyanis a tudás, az egy energia. Oké? Okay? És itt egy kérdés van, hogy a tudást, mint energiát valaki használja, hasznosítja, hasznosítja. Vagy sem? Egy kérdés van. Oké? Okay. Tehát a tudás nem fizikai dolog, az nem anyag. A tudás az energia. Tehát amikor valaki tanít, akkor egy információs energiát közvetít. Oké? Okay. Arra valaki vagy vevő, vagy nem. Ha vevő, akkor befogadja azt az információs energiát, és a befogadás akkor működik, hogyha azt az információt, mint energiát használja is. Ha hasznosítja, használja azt az energiát, akkor a hasznára válik. Ha nem hasznosítja, akkor az az energia nincs hatással rá. Oké? Okay? Nincs hatással rá. De a tudás az egy információs energia. Oké? Okay? És akkor tudjuk hasznosítani a tudást, hogyha használjuk. Tehát azt az energiát akkor hasznosítjuk, amikor Használjuk. Tehát ez olyan, mint mikor kipihented magadat. Ha kipihented magad, akkor van energiád. Van fizikai és szellemi energiád is. Ha nagyon-nagyon fáradt vagy, akkor azt érzed, hogy fizikailag is, meg szellemileg is le vagy merülve. Nincs elég energiád. A tudás is így működik az is egy energia. Oké? Okay? És itt egy kérdés van a tudással kapcsolatban. Hogy vágysz-e a tudás energiájára? Vagy nem? Másik, hogy mennyire vágysz a tudás energiájára? Vagy mennyire nem? Harmadik, hogy utána, mert ebből válik el, hogy Mennyire vágytál a tudás energiájára? Hogy mennyire használod, hasznosítod azt a tudást azt, és annak energiáját. Tehát az emberek azt gondolják, hogy mit tudom én azt mondja, hogy ó, hát én nem értek hozzá, vagy ó, hát én nem olyan vagyok. Oké? Okay? de úgy bármire azt mondhatják na most de mond már azt ugyanezt arra amihez értesz tehát mondom amihez értesz amit tudsz csinálni arra nem mondod azt furcsa mód hogy nem értek hozzá vagy én nem olyan vagyok, hogy ezt tudjam csinálni. Érdekes, hogy arra nem mondod. De úgy megkérdezném, hogy amit ehhez te értesz, azt véletlenül nem gyakoroltad? Csak úgy véletlenül. Tehát, hogyha valakinek jó képességei vannak, tehát hozzáértő képességei vannak, és Könnyen meg tud csinálni dolgokat, úgy magától, akkor is gyakorolnia kell. Tehát lehet, hogy senki nem tanította, mert magától rájött a műveletekre, de akkor is gyakorolnia kellett, hogy jól legyen azon a területen. Tehát gyakorlatra akkor is szüksége volt, és abból merítette a tudást a gyakorlatból. Nem lehet, hogyha te valamihez nem értesz. Nem lehet, hogyha valamire azt gondolod, hogy ah, te nem olyan vagy, hogy akkor azt soha nem gyakoroltad. Nem lehet. És nem lehet, hogy avval a dologgal tudást kéne szerezni. Nem lehet, hogy könnyebbé tenné az életedet a tudás. Nem lehet. Persze nem mindegy, hogy milyen tudás, mert hát az iskolába is kaptál mindenféle tudást, sőt, én azt mondtam annak idején, amikor kiártam a középiskolát, hogy én aztán soha többet nem megyek iskolába, és nem fogok tanulni. Tehát az életem egyik legboldogabb napja volt, mikor leérettségiztem, és hála Istennek megszabadulhatok az iskolától. Ehhez képest iskolát tartok, iskolám van. Szóval, de miért gondoltam így? Mert én akkor átértékeltem az iskolai tanulmányaimat, azt a 12 évet, és rájöttem, hogy gyakorlatilag. Annak a nagy része, ez totál felesleges volt. És oda kellett járnom, kötelező volt oda járni, szívesebben jártam volna az iskola mellé, hát szívesebben lettem volna iskola hiddel. És mégis oda kellett járnom, És én azt egy kényszernek éltem meg, hogy oda kellett járnom valahova, amit én nem szeretek. Érted? Aminek semmi értelmét nem láttam. De szó szerint semmi értelmét nem láttam. Jó, a középiskolára már nem teljesen vonatkozik, mert ott egy szakmát is kaptam, és azt a szakmát akartam megtanulni. De ott is tanultunk olyanokat, ami utána soha nem használtam. Jó, ne, közel sem olyan arányban, mint az általános iskolában. Természetesen. De kényszer volt. Oké, kényszernek értem meg. Tehát, de azért csináltam, mert lesz egy szakmám, és majd a szakmámból boldogulak így indultam el, és az elején ugye abból is kerestem a pénzt természetesen a szakmámból. De úgy voltam vele, hogy van egy szakmám, ami akkor divat szakma volt, ezáltal ugye viszonylag sokan tanultam. Hiszen akkor kezdett főfutni az autóipar. És várhatóan majd sok autót kell szerelni. És mégis, amikor lehetőségem nyílt arra, hogy váltsak, elkezdtem váltani. Nem egyik napról a másikra, hanem azt jelenti, hogy párhuzamosan kezdtem el váltani. Miért? Mert azt tetszett meg a váltásban, hogy abból, tehát nem rögtön tetszett meg, hanem közben tetszett meg, hogy abból én tudok fejlődni. A fejlődés az több rétegű. Lehet olyan része a fejlődésnek, hogy anyagi szempont. Meg lehet olyan fejlődése is, hogy önmagad fejlődése az anyagot kivéve. Tehát úgy kivéve, hogy kivéve az egy külön téma az anyag. Tehát, mint szellemi fejlődés. És én azt kezdtem el tapasztalni, hogy mind anyagi, mind szellemi téren a váltás létrehozott bennem egy fejlődést. Amit lehet, hogy a közvetlen környezetem, barátok, rokonok, Akár hozzátartozók, nehezebben éltek meg. Mert elkezdtem másabb lenni hozzájuk képest. De ez a más lenni, ez jobban tetszett, mint ami előtte volt minden tekintetben. És ezt a folyamatot én elindítottam még a 80-as években. De hát én azt látom, hogy a, a legtöbb ember az megreked azon a szinten, ahogyan elkezdte az életét. Mit értünk azon? Lehet, hogy nem éppen azt végzi, amit tanult. Sőt, lehet, hogy közben több szakmát is vált. Ezt is csinálta, azt is, lehet, hogy párhuzamosan is csinál. de mégsem úgy indul az élet, vagy úgy alakul az élete, ahogy szeretné. És azt látni a legtöbb embernél, hogy megrekedt, tehát amit az imént mondtam, megrekedt azon a szinten, amin elkezdte az életét. Mit értek ezen a megrekedésen? nem fejlődik tovább. nem fejlődik tovább. Tehát a, az én generációm megcsinálta azt sokan, hogy még az első tíz évükben, ugye az én generációm az ilyen 20 éves korba házasodott. És az első tíz évükben, tehát olyan 35 éves korig létrehozták az egzisztenciájukat. Okay. Tehát teljes egészében létre volt hozva az egzisztencia. És azon a szinten megrekedtek. Tehát, hogyha a társadalom egy kicsit fejlődött egzisztenciálisan, akkor nyilván ők követték ezt. De csak ennyi. Érted? Tehát ez a megrekedés, hogy megreked azon a szinten, ahogy elindította az életét. És ugye a megrekedés az azt jelenti, hogy az a visszafejlődés kezdete. Tehát a stagnálás az a visszafejlődés kezdete. Tehát ahhoz, hogy az ember ne fejlődjön vissza, ahhoz fejlődnie kell. Hát ezért gondold végig, hogy mondjuk, és mondom most a PPH-soknak is. Hogy, aki nem PPH-s, miről tudsz vele kommunikálni? Oké, okay. miről? Értelmes dolgokról tudsz velük kommunikálni? Tehát tudsz velük értelmes dolgokról kommunikálni? Nem igazán. Tehát akkor megrekedtek, vagy nem rekedtek Gondold végig. Ha megnézed a legtöbb ember, aki nem PPH-s. Hogyha kommunikáltok, akkor mit tapasztalsz? A kommunikációja pozitív vagy negatív? nem arról van szó, hanem arról, hogy alapvetően negatív a gondolkodás, és ezáltal a kommunikációja, vagy pozitív. Tehát most nem PPA-sokról beszél. Akkor ez nem megrekedés? Hát gondold végig, mondjuk lehet, hogy 20 évesen még pozitív volt a gondolkodása. Nem? Még mikor az egzisztenciáját hozta létre, mondjuk 35-ig, 30-35 kor, éves korig, hát addig még pozitív volt a gondolkodása. De most beszélsz vele, nem pozitív a gondolkodása. Tehát zömében? Akkor ez fejlődés. Tehát valakinek a gondolkodása egyre negatívabbá válik. Az fejlődés. Nem azt mondta, hogy az fejlődés, az visszafejlődés. Hát annál fiatalon sokkal jobb volt a kommunikációja, sokkal pozitívabb. Érted? Tehát ha valakinél telnek az évek, évtizedek, és egyre negatívabb a gondolkodása, akkor ő fejlődik. Hát ha beszélgetsz emberekkel, két dolgot tapasztalsz. Az, hogy nem tudsz velük, átlag emberekkel, nem tudsz velük értelmes dolgokról beszélni, és panaszkodnak. Nem? Tehát akkor ez fejlődés volt. És lehet, hogyha visszaemlékszel, hogy mondjuk beszéltél velük évtizedekkel azelőtt, és akkor nem ilyen volt a gondolkodása akkor fejlődtek? akkor nem megrekedés? Nem nincsenek megrekedve véletlenül? Lehet, hogy ez még mutatkozik is, is ez a megrekedés mondjuk a székrekedésben. Hát <hállal> 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 Há persze, megjelenik fizikai síkon is a megrekedés. Tehát az embernek nem megrekedni kellene, hanem fejlődnie kellene. Oké. Okay. Tehát, hogyha valaki székrekedéses, akkor gondolkozz el Oké. Okay. De szó szerint érdemes rajta elgondolkodni. Tehát nem kellene, nem arról szólna az életünk, hogy egész életünkbe fejlődjünk. Tehát nem arról szólna, ha például mondjuk valakivel beszéltél évtizedekkel ezelőtt, és most beszélsz, és azt látod, hogy hát sokkal pozitívabban gondolkodik, akkor mit gondolsz? Az, hogy ő fejlődött. Érted? Hát ha valaki sokkal negatívabban gondolkodik, akkor azt tudod következtetni, hogy visszafejlődött. És nem anyagi szempontból kell nézni a visszafejlődést, hanem szellemi szempontból. Lehet, hogy látsz olyat, hogy sokkal jobb anyagi körülmények között él, mint évtizedekkel ezelőtt, és sokkal negatívabban gondolkodik. Tehát az embernek egész életében fejlődnie kell. Tehát nem tudom, kinek van mondjuk 70 év fölötti szüleje, vagy 70 év fölötti szülő, vagy akár 60 év fölötti szülő, aki már kezd ilyen szellemileg leépülni. Jó, most kérem a kezeket. Tehát 70 év fölötti, vagy 60 év fölötti, de már él, épül lefele. Oké, okay. na most úgy megkérdezném, hogy javult-e a gondolkodásuk ezeknek az embereknek mondjuk az elmúlt években? tapasztalsz-e olyat, hogy javult a gondolkodásuk, Igen. érted? Te tapasztaltál olyat? Igen. Hogy javult? Igen. Jó, a kivétel erősíti a szabályt. Maradjunk ennyiben. Eddig nagyon korlától, most meg minden másra. Hát ritka. Van ilyen, persze. Van ilyen, de ritka. Örül neki. Igen. Tudod, erre szokták mondani, örülj neki, és csóváda a farkad. <laughs> ja? Szóval. De ha megnézzük a legtöbb esetben, az nem így van. Tehát látni az emberek elbutulását, és egy ilyen társadalmi elbutulást. És mi ez ellen akarunk menni. Ezzel megyünk 13 éve, hogy ne legyen egy társadalmi elbutulás. Csak hát a nulláról indultunk, ahhoz képest most sokkal előrébb vagyunk, de hát hol vagyunk még? Attól ahol lenni kellene. Tehát nekünk szükségünk van nagyon-nagyon sok olyan emberre, aki segítene abban nekem nekünk hogy minél több ember tudjunk tanítani. Tanítani. Sok ilyen emberre van szükség. Rengeteg emberre van szükség. Ugyanis nekünk van egy olyan célunk, ahol nézzük, Itt van. Ami történelemben egyedülálló létre kell hozni egy sokkal, de sokkal jobb korszakot. Ahol az emberek nem elbutulnak, hanem fejlődhetnek. Oké? Okay? Tehát egy olyan világban élünk, ahol rohamosan. Tehát megnézitek a technika fejlődésével Ö, hogy szokták mondani, hogy ellentétes irányú, fordítottan arányos, igen, fordítottan arányos a, az okosodás, mert nem okosodás van, hanem butulás van. Tehát minél több technikát használnak az emberek, annál jobban butulnak el. Pedig a technika nem ezt a célt szolgálná eredendően, hogy elbutuljon az emberiség, nem? És ha megnézed, a technikát az emberek célként használják. Tehát cél, hogy legyen technikája. Ó, hát neki évente le kell cserélni mondjuk karácsonyra a telefonját, mert az a karácsony ajándék. Érted? Tehát célként tekintik a technikát, ahelyett, hogy eszközként tekintenének a technikára. És ha egy ember nem eszközként tekint a technikára, hanem célként, akkor a technika fogja őt uralni, és nem ő uralja a technikát. Tehát gondold végig, hogy a célod ural téged, ez mindig így van a célod ural téged, oké? Okay? miért? mert van is egy ilyen, mikor a könyvekbe elolvasod, hogy a célod vezérel téged, a vezérel akkor fogja az orrodat, aztán vezérel, érted? és órodnál fogva vezérel a célod az uralja az egyént. Tehát egy egyén nem uralhatja a célját. És megnézed, ez tényleg így van, hogy uralja az egyént. Miért? Mert a célod, ha nem éred el, boldogtalan vagy. Ha eléred, boldog vagy. Ha távolodsz tőle, boldogtalan vagy. Ha közeledsz felé, akkor jól érzed magad. Érted? Hát ez mi? Hát a céltól függsz. Ez egy függőségi viszony. És mindenütt azt tanítják, hogy legyen célod. Tudod miért? Tanítják azt, hogy nehogy véletlenül olyan helyzetbe helyezd magadat, ahol Elérheted azt, hogy legyen elég pénzed, legyen elég szabadidőd, és ha az embernek van elég pénze, és van a elég szabad ideje, akkor nem kellenek célok. Tudod miért? Mert bármit meg tud valósítani, el, el tud érni azonnal. Nem kell kitűzni célként. Világos ez? Mondom, nem kell kitűzni célként. Ha te azt gondolod egyik pillanatban, hogy ezt meg akarod venni, akkor megveszed. Ha azt gondolod a másik pillanatban, hogy oda akarsz menni, akkor oda mész. És nem kell cél. És ezáltal a cél nem uralkodik rajtad. Hányféle olyan tevékenységet, üzleti tevékenységet tudsz a bolygón, ahol ezt meg tudja adni az a tevékenység? Lehetsz mondjuk, mit tudom én valami. Nagyon jó író, aki valami fantasztikus könyveket ír, és rengetegen veszik a könyveit, és akkor utána ezt meg tudja oldani, hogy jöhet, mehet, van elég pénze, vagy mondjuk van egy feltaláló, aki kap jogdíjat, érted, és a jogdíjból megint csak bőven azt akkor vesz valamit, mikor akar, oda utazik, ahova akar, érted? És azon kívül még milyen szakma van, Szakterület, ahol ezt meg tudod csinálni. Van egy ilyen. Azt úgy hívják, hogy hálózatépítés. Hálózatépítés. De a hálózatépítésben meg, hát, a legtöbb hálózatépítő üzletben, hát alacsony etikai szinttel kell rendelkezni, mert különben rájössz arra, hogy ha basszus kulcs, amit eladunk, az közel sem ér annyit. És a hálózatépítő szervezeteknek a 90%-a így működik, hogy az a termék vagy szolgáltatás, amit értékesítés, az közel nem ér annyit, mint amennyire adják. És ezért ugye olyan emberek kellenek a, ezekbe a szervezetekbe, akik ö, nincsenek megáldva magas etikai szinten. Magyarul alacsony etikájúak. Hiszen olyat adnak el, ami közel nem ér annyit. Tehát hasonló terméket, sok vagy szolgáltatást sokkal olcsóbban meg tudnának venni máshol az ember. És ha az ember tudja azt, hogy máshol azt a terméket, vagy hasonló terméket olcsóbban, jóval olcsóbban meg lehet venni, akkor ez, ez kell egy etikátlanság. Tehát mikor mondjuk csak eszembe jut valamit, mint mikor nekünk eladtak egy, egy terméket annak idején, amit bolond fejjel megvettünk, egy porszívó volt, Érted? Zokszó nélkül eladta mondjuk ötször annyiért, mint mondtam, ennyit ért. Zokszó nélkül. Hát ez kell egy alacsony etikai szint. Csak hát az etikai színnek van következménye. Egy alacsony etikai ember az annyi problémát fog kapni az életében, hogy beleződül. Hanem is akkor, mert esetleg mondjuk a. Nem akarok ebbe belemenni, hogy kik vigyáznak rá. Oké? De amikor. Tehát tisztában legyünk ezzel. A negatív őrzők, a negatív őrzők azok, mikor már az emberre nincs szükség, ha elhajtják, mint a szél. A pozitív őrzők soha nem hagyják el az embert. Jó, maradjunk ennyiben. Jó, így röviden. Azt te azt érted ezen, amit akarsz. Szóval, lényeg az, de nem mindegy például, hogy hogy hagyja el az ember ezt a földi létet. Jó? Maradjunk ennyiben. Szóval nekünk van itt egy különleges szolgáltatásunk. És gyakorlatilag a szolgáltatás akármilyen furcsa én vagyok. Ugyanis tőlem származik az összes képzés. Oké? Okay. Az összes képzést én adom. Ami annyit jelent, hogy jelenleg mondjuk kilenc évnyi tudást vagyok képes átadni. Oké. Okay. Sőt, ha mondjuk heti négyszer vagy ötször lenne képzés, hidd el, akkor is meg tudnám csinálni a kilenc évet. Oké. Okay. Jó? Úgyhogy, Mert nekem van egy nem célom, hanem küldetésem. Amivel megbíztak engem, hogy amit itt látsz, amit itt olvasol, hogy egy szebb, jobb világot hozzunk létre. Mert ennek a bolygónak az a küldetése, hogy az emberek itt fejlődjenek, és ne visszafejlődjenek. És ezt el kell csinálnunk. Tehát milyen világ lesz, ha ez az elbutulás ez folytatódik? Gondold végig. Milyen világ lesz? Tehát valamit tenni kell azért, hogy ne ilyen világ legyen. De csak a tudás a megoldás. Nincs más megoldás. Nincs más megoldás. Tehát semmilyen más alternatívája nincs az emberiségnek, mint a szellemi fejlődés. Tehát, hogyha semmilyen spirituális dologról nem beszélünk, akkor is az elhűlés egy rosszabb világot eredményez. A tudatosabb emberiség, tehát a tudással rendelkező emberek egy jobb világot hoznak létre. Ez ennyi. Ez nem megkérdőjelezhető. Ez megkérdőjelezhetetlen. Minél nagyobb a tudatlanság, annál rosszabb az élet. Minél nagyobb a tudás, annál jobb az élet. És csak hogy kapcsolódjak a politikusokhoz, okay? akiknek alapvetően az az érdekük, hogy mivel hatalomvágyuk van, hogy uralkodjanak az emberekkel. Uralkodni sokkal könnyebb a tudatlan népen, mint a tudással rendelkező. Mert ők Köszönjük szépen, de nem kérnek az uralkodásukból. Oké? Okay? A tudással rendelkező. Mert őket nem kell irányítgatni. Tehát gondold végig, a tudatlan embert irányítgatni kell. Az öntudatos, tudással rendelkező ember nem kell irányítgatni. És egyébként most akarják elvenni a fehér ember öntudatosságát. A beházasításokkal? Érted? Tehát én nem azt mondom, hogy a fehér ember egy nagyon dolgos, mert a sárga sokkal dolgosabb. De azért megkérdezném, hogy a legtöbb találmányt a bolygón melyik faj találta ki? hát hogy nem a fekete az biztos hogy nem a barna az, az is biztos de hogy nem a sárga az is biztos tehát a fehér lehet hogy nem dolgos de öntudatosabb tud lenni tehát tudatos tud lenni a gógyia több na most ezt szépen elkezdték elvenni az elmúlt évtizedekben. A háborútól. A második világháborútól. Szépen fokozatosan. Hogy lesüljegyünk arra az öntudatossági szintre, mint amin a többi faj van. Oké, és ezt meg lehet csinálni a beházasításokkal, és meg lehet csinálni az elmutításokkal. És ennek a kettő kombinációja folyik itt gyönyörűen a fehérek közt. Ott, ahol fehérek élnek, elsősorban ott csinálják. Tehát a többi népet nem nagyon kell elbutítani, vagy a többi fajt nem nagyon kell elbutítani. Oké, okay. mert nem igazán öntudatosak. Tehát az összes faj közül ez köztudat, a fehér faj a legöntudatosabb. És mit jelent az öntudatosság? Hogy egy öntudatos közösséget nem, azon azt nem kell uralkodni, nem kell rajta uralkodni. Tehát nem kell uralkodó. Hát megnézed, a feketéken, a barnákon, a sárgákon nem lehet demokráciával irányítani őket. Csak diktatúrával. Nem érdekes. És ahol bevezették a demokráciát ezekben a fajoknál, ott összeomlott a társadalom. Egyedül csak a fehéreknél lehetett bevezetni a demokráciát. Miért? Azért, mert az nem egy direkt hatalom a demokrácia. Oké, okay? az nem egy erőszakon alapuló ö, irányítás. Miért? Mert egy okos, értelmes lény nem kell erőszakosan irányítani. Az tudja, hogy mit kell tennie. De látom, hogy lassacskán sikerül a fehér embert is sokkal kevésbé öntudatossá tenni, hogy be lehessen vezetni a diktatúrákat. És ott vezetik be elsőként a diktatúrákat, ahol a legjobban sikerült elér elérni azt, hogy elbutuljanak az emberek. Úgyhogy tessék ezeken elgondolkodni, jó? Hogy vajon mi a megoldás az elbutulás, és a diktatúrák ellen. Okay? Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!